Nagy volt a sürgés forgása Tisza-Dersi Kenguru Parkban. Sem a 2022. júniusában átadott kisállatkertben, de még magán a településen sem járt soha ilyen magasrangú diplomáciai delegáció. Okay, venimos a representación de la embajada de Venezuela en Hungría. A venezuelai nagykövetségről érkeztünk azért, hogy részt vegyünk ezen a szimbolikus és nagyon szép eseményen, amelynek keretében örökbe fogunk fogadni egy kapibarát, ahogyan nemzetközi legismert a neve, Venezuelában Chiguire ennek az állatnak a neve. És ez egy nagyon szép esemény és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk. De acercamiento entre el pueblo venezolano y el pueblo húngaro. Ugyan a Venezuela címerében egy fehér ló látható, a kapibarának is komoly kultusza van. Kapibara egy nagyon érdekes dél-amerikai állat az, amely fölött védnökséget vállal a két ország diplomáciai képviselete is. Itt igazán kellemes időtöltésre nyílik lehetőség. Én javaslom, hogy jöjjön el mindenki és látogassa meg ezt a parkot, és kapibara és más különleges állatok láthatóak, amelyek azt hiszem, hogy megérdemlik azt, hogy megnézzük őket. Bízom benne, hogy ez a mostani alkalom is ráirányítja a figyelmet Tiszadás a Tiszató vidékének a látnivalóira. Mint a Tiszató mentén fekvő települések többsége, Tiszaderzs is úgy határozott, hogy kiaknázza a Magyarország legnagyobb mesterséges vízfelületében rejlő idegenforgalmi lehetőségeket. A Kenguru Park is egy olyan turisztikai célpont, amely tavasztól őszig vonzóvá tudja tenni a települést a turisták számára. Egy olyan turisztikai attrakciót hoztak létre, ami itt a Tiszató környékén egyedülálló. Az állatkert, a Kenguru Park bemutatja az ausztráliai állatvilágot, és nagyon sok látogatót vonz a településre, és elindult egy folyamat, ami a turizmus szempontjából nagyon fontos a Tiszaderzsen élőknek, a tiszaderzsieknek, hiszen nem csak a Kenguru Parkot, hanem a Tiszató adta lehetőségeket, a derzsi lehetőségeket is megismerhetik, bemutathatjuk a ide látogatóknak, és bízunk benne, hogy mindenki örömmel, teli élményekkel tér haza, és vissza is fog látogatni. A község határában kialakított egy hektáros területen 30 faj, 200 egyede látható. A legnépesebb a park nevét adó kenguru állomány, de rajtuk kívül is akad bőven látnivaló. Itt Tiszaderzsen egy csodálatos, kicsi trópus, kicsi Ausztrália, és most Dél-Amerika is, Közép-Amerika is ide költözik. Kolumbia és Venezuela nagykövetével, a felajánlásukkal azt gondolom, hogy a környékbeliek csodát láthatnak, Közép-Amerika csodáját. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a Tiszaderzsi Kenguru Parkot. Ahogy panda diplomáciának is szokás nevezni azt, ha két ország vezetője szimbolikusan egy-egy állatot ajándékoz a másiknak, úgy a tiszaderzsi örökbefogadás sem biztos, hogy megáll a jelképes felügyeletvállalás szintjén. Két oldalú kapcsolatok elmélyítésére nem csak diplomáciai, hanem gazdasági értelemben is sor kerülhet, hiszen nem csak egymás hagyományaira, nem csak egymás értékeire lehetünk kíváncsiak, hanem adott esetben egymás szokásaira, és az egymás szokásaival együtt járó kulturális identitásra, és ez a fajta identitás csere, az identitásaink egymás előtti bemutatása az rendkívüli alkalmat szolgáltat arra is, hogy az államok közötti együttműködést is el tudjuk mélyíteni, mint Venezuela és Magyarország politikai, mint pedig diplomáciai és gazdasági döntéshozói előtt. Ausztrália színes madarai a legkisebb zebrapinttől a legnagyobb kakadufajukig is megtalálhatóak ebben a mini állatbemutatóban.